A nyolcadikosok február 12-ig jelentkezhetnek a középiskolákba, azután jönnek majd a szóbeli és alkalmassági vizsgák. Ez azonban nem központi, van olyan oktatási intézmény, amely nem is szervez ilyet. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium 8 tagozatot indít szeptembertől, ebből 3 tagozaton, a történelem, a német haladó, valamint az angol haladó tagozaton szóbelisztet a felvételi időszakban. A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi tagozatok esetén, hogy meggyőződhessen az iskola, hogy a gyerekek megfelelő nyelvi szinten vannak-e, haladó szinten vannak-e ezekből a nyelvekből, amelyeket heti 5 órában fognak tanulni. A szóbeli felvételik időpontja pedig jövő héten kedden, szerdán és csütörtökön lesz itt a Kölcseiben. A nyolcadikosok április 26-án tudják meg, hol folytathatják szeptembertől tanulmányaikat, a középiskolások pedig július végén kapják meg a tájékoztatást, hogy hova nyertek felvételt. Nekik a legfontosabb felvételivel kapcsolatos határidő február 15-e, eddig jelentkezhetnek az oktatási intézményekbe, valamint az eljárási díjat is eddig kell befizetni. Az idei felvételi eljárásban is vannak kedvelt szakok vagy éppen iskolák, továbbra is sokan jelentkeznek gazdasági képzésekre, sokan jelölnek be fővárosi intézményt, de sokan a helyi képzést részesítik előnyben. 2002-ben repültem először, és én akkor el is döntöttem, hogy én pilóta szeretnék lenni, és hát így jött az ötlet, hogy ugye a Magyarországon egyedülálló képzésben szeretnék részt venni. A Nyíregyházi Egyetem közlekedésmérnöki légiközlekedési hajózó szakirányán, amire hát igazából nekem már nagyon régen nem kérdés, hogy ide fogok jelentkezni. Alapból ilyen műszaki beállítottságú vagyok, és nagyon is, meg az is pluszpontot jelent nekem, hogy ugye most már főiskola helyett egyetem lettünk, és így már sokkal nevesebb lett ez az intézmény. A továbbtanulóknak fontos információ, hogy megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése is, hiszen több egyetem és főiskola indít korábban nem jelzett szakokat. A Nyíregyházi Egyetem például az elmúlt időszakban szüneteltette a következő tanévtől, viszont újra beindítja a kommunikáció és médiatudomány alapszakot, nappali és levelező tagozaton, illetve felsőoktatási szakképzési formában is, valamint szeptembertől 3 új duális képzés is elérhető lesz az intézményben. Az általunk megkeresett képzésekkel foglalkozó társaság oktatási szakértője azt mondta, a legfontosabb az, hogy a szakválasztás átgondolt legyen. Tudni kell azt, hogy most már kötelezettségvállalást is jelent, hogyha megkezdenek egy bizonyos szakon tanulmányokat, tehát azt kockáztatjuk, hogyha esetleg valamiért menet közben ez nem sikerül, akkor akár az állami ösztöndíjat vissza kell fizetni, hát nem is beszélve az elvesztegetett időről és energiáról, amit ugye a tanulásra fordítunk. Fontos azt is megjegyezni, hogy a munkaerőpiacon körül kell nézni, föl kell tárni a lehetőségeket, mi az, ami egy nekünk tetsző terület, és biztos vagy jó lehetőséget biztosít az elhelyezkedésre. Azt látjuk mostanában, hogy a munkáltatók szívesen választanak akár OK és végzettséggel rendelkező fiatalokat. Az oktatási szakértő hozzátette, ezért is érdemes elkezdeni egy OK és képzést abban az esetben, ha a felvételizőnek nem sikerül elsőre bekerülni főiskolára vagy egyetemre. A bizonyítvány megszerzése pedig nagyobb tudást biztosít, valamint akár plusz 24 pontot a továbbtanuláshoz.